Nyár végén az iskolakezdés közelettével sok szülőben keverednek a félelem és a megkönnyebbülés érzései. Az egyik oldalon ott van a logisztikai terhelés és az anyagi kiadások miatti fejfájás, a másikon pedig az aggódás, hogy vajon hogyan fog teljesíteni a gyerek az új tanévben. Mindez csak tovább bonyolítja a saját gyerekkori élmények és a társadalmi elvárások okozta nyomás is. A gyerekek érzései is kettősek lehetnek, izgatottak, hiszen találkoznak a régen látott barátokkal, ugyanakkor szorongnak is a tanulás és az elvárások miatt. Hogyan oldhatjuk fel ezt az ambivalenciát szülőként, és támogathatjuk a gyerekeinket ebben a kihívásokkal teli időszakban? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Csiszér Zsuzsa iskolapszichológussal. Szeretettel köszöntelek! Köszöntök én is minden kedves nézőt. Valóban ez a kérdés szerintem most sokakat érint, ha bár elkezdődött az iskola, de még mindig ott van ez a stressz, hogy szülőként is, a gyerekeknek is, így akár a második hétre is, amikor már igazából elindulnak a komoly dolgok, akkor hogyan lehetne helytállni. Akkor vegyük először a szülő oldaláról, hogy hogyan hat egyáltalán a szülőnek az iskola előtti szorongása arra, hogy a gyerek hogyan viszonyul majd ehhez a kérdéshez. Ugye ott van a felszabadult nyár, de hát érkezik már az iskola kezdés. Vége van. Hát őszintén én nem találkoztam senkivel, aki felhőtlenül boldog lett volna attól, hogy kezdődik, tehát elsősorban megnyugtatnék mindenkit, hogy nincs egyedül ezzel az érzéssel. És az ambivalenciát említetted, hát az ambivalenciát önértelemben mondom, hogy tűrni kell, tehát feloldani is, de nyilván úgy, hogy nem fogjuk el egyik oldalát sem. Tehát a szülő először is a pozitívumokat egy kicsit emlegesse fel magába is, hogy miért is jó iskolába járni a gyerekének, meg neki is miért jó az, hogy van egy struktúrája a napnak, hogy nem otthon unatkozik reggeltől estig, nyomja a telefont, de nem ezeket kell kifele feltétlenül a gyereknek elmondani, hanem valamilyen módon megpendíteni ezt a pozitív részét, hogy tud izgalmas dolgokat lehet tanulni, mégiscsak barátságokat lehet szerezni, képességekre derülhet fény, ami másképp ki sem derülne. Úgyhogy megélni a pozitív részét, és hogy a szorongást pedig meg kell nézni a szülő is, hogy tulajdonképpen mi az, ami zavar, mitől félek, mitől tartok, lehet ez egy egész lista, de a tudatosan át nem élt, meg nem elmésztett szorongás adódik át a legjobban, az biztos, hogy a gyerek is fogja érezni. Például itt kutathatunk a gyerekkori élményekbe, saját iskolai élményeinkben. Egész biztos. Az mindenképpen rátesz egy lapáttal, vagy sokkal intenzívebbé teszi. De lehetnek reális szorongások is, amelyeket azt még visszatérnék, hogy azért érdemes feltérképezni, és egy részüket objektíven kezelni, hogy van-e valami tennivalóm, hogy tényleg kiderült a tavaly, hogy valamelyik tantárgy nem megy. Időnként leülök mellé, együtt átnézzük a házit, vagy hasonlók. Más dolgokban pedig nem objektív tennivaló, hanem belső elengedés, hogy azt az ideális képet a gyerekemről, aki első tanuló, népszerű, stb. El kell engedni esetleg, és azt szeretni, és azt nevelni, aki az én gyerekem. És hogyha rátevődik ez nagyon jó ez a kérdés, mert az indulatok intenzitása szólhat arról, hogy felidéződött egy saját gyerekkori, meg nem oldott élményem. Hát olyan tulajdonképpen, mintha újra ott lennénk, és iskolába kellene menni. Így ha van. Bár most már másik szerepben van a szülő, tehát ő elengedi a gyereket, de emlékszem akár én is, hogy mindig azt gondoltam, hogy milyen jó a szülőnek, ő otthon maradhat és aludhat, vagy otthon marad és én elmegyek az iskolába, de tulajdonképpen ilyenkor éli meg azt a szülő, hogy valójában nem is annyira jó ez, mert hogy van egyébként a munka, meg tehát nem kevésbé stresszes egyébként a szülők élete sem ilyenkor. Így van. És hogy nem csak magáért aggódik, hanem a gyerekért is, akit elengedett iskolába, és intenzíven rákattanhat egy-egy sérelmet például, hogyha valamelyik szülő úgy érzi, hogy annyira dühös vagyok, hogy meg tudnám verni azt a pedagógust, vagy ténylegesen cirkusz csinál, akkor fontos lenne átgondolni, hogy nem a bennem levő gyermeket akarom most megmenteni, mert annak idején nem hittek nekem, hogy a pedagógus leszidott a kóton, és kaptam még egy pofot, és senki sem értette. Hogy gyakran ilyenkor próbál revansot venni egy szülő, és hogy ez egy egész jelenség, hogy olyan gyorsak vagyunk a dűre, mint szülő. Vagy annyira másképp akarjuk csinálni, mint ahogyan csináltuk, mert ez azért így minden területre szinte igaz, és úgy belegondolok, hogy én is hogy csinálnám, biztos, hogy lenne egy ilyen, hogy akár ami nem tetszett, vagy ami rossz emlék, azt most teljesen másképp akarom csinálni, és annak a stressze, hogy jaj, mégis úgy csinálom. Úgy vagy éppenséggel a másik végletbe csapok át. Tehát nagyon sok szülő mondja, hogy
a gyerekem aztán álljon ki magáért, és ha úgy van, akkor csapjon oda, mert hogy emlékeibe esetleg ott él ő, mint egy kiszolgáltatott vagy önbizalomhiányos gyerek, és akkor sok gyerek bizony nem afele neveljük őket, hogy legyél türelmes, empatikus, megértő, segítőkész, hanem az asszertivitást egy kicsit már az agresszív zónába tolják ezek a szülők. Abban az esetben, hogyha ez nem tudatos, honnan jön ez az ím? Miért félek attól, hogy el fogják nyomni? Mert lehet, hogy reálisan nem. A gyerekemnek a más a jelen élménye, és ugye ezt mindig le kell választani, hogy ez az én emlékemben így van, vagy tényleg a gyerekem is magányos, vagy tényleg annyira meg van sértve, vagy nem. Melyek lehetnek azok a folyamatok esetleg, amik még stresszesebbé tehetik ezt az iskola előtti időszakot, vagy akár az első heteket? Így akár, amit a szülő megfelelésből, vagy elkövet azért, hogy minél jobb legyen, de mégiscsak stresszesebbé teszi ezt a folyamatot. Igen, a nagyon sokszor a biztatásnak tűnő mondatok éppen önbizalmat alásúak. Hogyha megfigyeli egy szülő, hogy az összesen kimondott mondatainak hány százaléka szól arról, hogy megcsinálod a házit, biztos nem kellett volna még kiolvas egy másik könyvet is, ehhez hasonló számonkérések, tehát ha 90%-ban ezekről beszélünk, amik egyébként jogosak, akkor már üzenjük azt, hogy magas a mérce, meg kell felelni, és szerintem nem fogsz tudni megfelelni, mert azért, mint mondjuk, és nyaggatjuk. Ezzel biztos, hogy nem könnyítjük. Még hasonló mondat az, hogy többre vagy képes, törekedj jobban, mint a tavaly, vagy hogy ebből jól ment, akkor abból is jól kellene menjen. Tehát igyekezzünk megszűrni azokat a mondatokat, amelyek igazából nem bátorítóak, és nem is azt segítik, hogy jobban igyekezzen, paradox módon. Tehát dicsérjük az erőfeszítést, hogyha látjuk, hogy na, ezt önállóan megcsináltad, látom is kellett szóljak, neki fogta a házi feladatnak, megcsináltad. Tehát soha ne az intelligenciát, vagy a úgymond adott okosságát dicsérjük, hanem azt, amit tett, és vegyük észre ezeket a pozitívumokat. Azt is, ami nem iskolával kapcsolatos. Keresve keressük, és jelezzük vissza, mert ezzel építhetünk önbizalmat, és könnyíthetjük a saját magával kapcsolatos jó érzéseit a gyereknek. És a visszatérő toxikus kérdések, amit úgy gondolnánk, hogy ez egyértelmű, de azért így jó szót ejteni róla, hogyha kérdezzük, hogy a másik hogy csinálta, vagy milyen eredménye volt mondjuk az osztálytársnak, vagy megkérdezzük arról, hogy is az osztálytársak. Mások kaptak. Persze lehet érdeklődni, de attól függ, hogy milyen. Ugye ez mennyire gyakori, és mennyire azonnal és rögtön fókuszálunk arra, hogy lássuk, hogy te hol vagy a ranglétrán, mint hogyha ezt számítana, megnézhetnénk azt, hogy múltkor hányast írtál, most mennyi. Mert akkor tényleg figyeljük, hogy várunk azért egy fejlődést, de nem a többiekhez mérten, hanem önmagához mérten. Vagy az is van, hogy a többiek hol voltak nyaralni. Mint hogyha számítana, hogy vajon akkor most ki mekkorát kaszált, úgymond ilyen értelemben. Minden kérdésnek, minden kijelentésnek ilyenképp üzenete van, de amit még itt hozzátennék, hogy segítsük a beilleszkedést, azt, hogy minél többször hozzuk vissza a nyugalmi zónába az egész családi hangulatot. Az, hogy egyszerűen viccelődünk, mi magunk, mint szülő, van egy kicsi időnk, hogy leüljünk, csak úgy legyünk, ami a nyugalom szigete. Ha kicsi humorunk van, az nem árt egyébként, mert hogy akkor tud a gyerek otthon regenerálódni, kikapcsolni, és nem azt érzi, hogy még ott is nyaggatnak, és akkor minél hamarabb vonuljak vissza a szobámba. Tehát, hogy hamar meg kell tanulni a gyereknek azt, hogy a komfortzónámból kilépek időnként az iskolába, de utána vissza tudok lépni a nyugalmi zónámba, és hogy ezt otthon kultiváljuk. Jusson eszünkbe, hogy említsük fel a nyári jó élményeket például, együtt nézzük meg újra a fotókat. Szóval N plusz egy módja van annak, hogy együtt kapcsolódjunk és jól érezzük magunkat, mert az felvértez aztán a stresszel szemben. Igen, és hogy ez az életrendje, hogy van egy hely, ahova elmegy, de van mindig ahova visszatérni, és itt pedig a nyugalom várja. Miért fontos, hogy a szülők beszéljenek a gyerekeikkel mondjuk az érzéseikről, és hogyan segíthet ez a gyerekeknek úgy abban, hogy ezt jobban elviseljék, ezt a kettősséget, hogy megyek az iskolába is. Hát tanítjuk effektív, akarva, akaratlanul az érzelmi intelligenciájukat fejlesztjük, ez egy népszerű kifejezés, de az, hogyha beszélgetünk mindenről, bármiről, amit felhoz, és akkor lehetőleg, mikor fel tudja hozni, akkor tanítjuk ezáltal, hogy néha mi adunk szót az érzésre, mert nem fogja elmondani a gyerek, hogy félek, vagy szomorú vagyok, vagy dühös vagyok, meg is nevezzük, ez egy nagyon fontos lépés,
És érvényesítjük, hogy igen, lehet ez, most szomorú lehetsz ettől, én sajnálom, hogy lejárt a nyár, és próbáljuk lefele hangolni a negatívat, tehát meghallgatjuk, nem bagatelizáljuk, ó, nem is számít, hát nézd csak, milyen jó lesz, meg stb. Tehát azt is, annak is teret adunk, és ha már erről sikerült beszélni, akkor arrafele tereljük, hogy keressünk közösen megoldási ötleteket. És a pozitívat is együtt örülünk neki, vagy hogy teret adunk annak, hogy mi ment jól. Volt-e ma valami vicces, meghallgatjuk azokat a dolgokat, ami jó is, vagy keressük együtt. Ezzel gyakorlatilag tanítjuk azt, hogy ő maga megtanuljon bánni az érzéseivel. És akkor fogja tudni elmondani, hogyha minél többször tapasztalta, hogy jó érzés volt beszélni. Mert elfogadást, meghallgatást, útmutatást kaptam, és nem kioktatást, vagy kritikát. Ez az időszak kiderülhetett, hogy nem csak a diákoknak nehéz, szülőknek, pedagógusoknak, tényleg mindenkinek így visszajön. Egyébként mindenkinek, tényleg nem csak az oktatásban lévőknek, hanem így az egész emberiségnek, hogy a nyár véget ért, és akkor vissza kell rázódni. Úgyhogy nagyon jó, hogy erről beszélgettünk, remélhetőleg tényleg így minél többször sikerül a szülőknek leülni a gyerekeikkel, és élő párbeszédet folytatni. Ez lenne a lényege tulajdonképpen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk erről. Én is köszönöm. És egy jó tanévet kívánok mindenkinek. Köszönöm, én is mindenkinek ezt kívánom.